7-1 és 5-2. Ilyen arányban nyerte meg az első két meccset a bajnokságban a Ferencváros a Szent Mihály ellen, így ezúttal sem a vendégeknek állt a zászló a Kocsis Sándor sportközpontban. Igaz azonban, hogy a Ferencvárosnak sok volt a hiányzója, hiszen például a koronavírus járvány ismét elérte a csapatot. De Fenyvesi Evelin ott volt az FTC-ben, ahogyan a klub kabala állata, a Fradisas is kilátogatott a meccsre, aki a mezén is hirdeti, hogy a ferencvárosiak idén is csatlakoztak a több mint futballkampányhoz. A Sas pedig, ha már ott volt, patyizott is a hazai lányokkal. A találkozó első helyzet ezek után naná, hogy a zöld-fekete mezes Fradi előtt adódott. Caroline Kérer ugyanis a második percben már a kapus mellett is elvitte a labdát, azonban túlzottan is kisodródott, így végül a lövése után az oldalhálót találta el. Majd két perccel később középen Vanessa Márkes tüzelt távolról, de Tamara Skoric védett. A 10. percben azonban minden megváltozott. Savanya Csilla indította tökéletesen a középkörből Kislantos Hannát, akinek a lövését ugyan még bravúrral védte Csandra Bednár, de jelen a Koprena ismétlését Melissa Hasanbegovic egyszerűen kiütötte a gólvonalról, amiért a játékvezető 11-est adott, és az FTC játékosát ki is állította, aki azért még reklamált egyet a bírónál, ki tudja miért. Savanya viszont kihagyta a büntetőt, majd kis hián emiatt büntetett is a Ferencváros. Vágó Fanni játszott össze remekül Tiffany Cameronnal, aki viszont 16 méterről végül nem találta el a kaput. Aztán már a másik oldalon Török Lilla veszélyeztetett, de Bednár könnyedén fogta a kísérletét. Majd Mosdóczi Evelin mutatott be egy remek esernyőcselt, és adott be kiválóan a jobb oldalról, amiután Cameron bemutatott egy jó cselt, de a lövését védte Skoric. A fél időben így 0-0 állt az eredményjelzőn. Én úgy gondolom, hogy mindent megtettünk, igen, azért, hogy a Ferencváros egy kicsit kibillentsük a komfortzónájából, és az első 10 percben meglepjük őket. Most hibáztunk egyet, kihagytunk két zicsert is, de a pozitív dolgokra kell koncentrálnunk, és föl kell állnunk ezekből a kisebb pofonokból, és folytatni tovább. Az 51. percben viszont egy remek támadást vitt gyorsan végig a Fradi. Egy hosszú indítás után Vágó a saját tér feléről indult, majd megjátszotta a bal oldalon Mosdócit, aki tökéletesen centerezett. Fenyvesi pedig valahogy csak bekotorta a kapuba a labdát. 1-0 a Ferencvárosnak. Majd Fenyvesi majdnem adott egy gólpaszt is, ám Cameron a kiváló hosszú indítás után hiába cselezett jól befelé, végül Skoric hatalmas bravúrral a kapufára tolta a labdát a lövése után. A 85. percben aztán Rüberg Zsanett tört be a 16-oson belülre, és középre lőtt labdáját kis hián Pap Szidónia a saját kapujába helyezte, ám résen volt Skoric. Így a vége Ferencváros Szent Mihály 1-0. Nincs jó szériában a csapat, és azt gondolom, hogy minden győzelmet tudnunk elértékelni. Ez igenis egy csapatmunka volt, egyel kevesebben voltunk, nagyon-nagyon megdolgoztunk ezért a győzelemért, úgyhogy én abszolút a sikerek közé fogom elkönyvelni. I think it was a good game for us. You know, Fradi's always. Jó meccset játszottunk egy olyan nagy csapat ellen, mint a Fradi. A második félidőben viszont jobban kellett volna összpontosítanunk, de az is igaz, hogy kaptunk a meccs elején egy 11-est, amit ha belövünk, az megváltoztathatta volna az egész találkozót. Egyértelmű célunk volt a 3 pont megszerzése, nem is volt kérdés, főleg a két rosszabbul sikerült meccs után. Nem játszottunk tökéletesen, de küzdöttünk, és meg lett az eredménye, 1-0-ra nyertünk, és az már elég volt. Óriási lehetőséget szavaztottunk el azzal, hogy pontot, nehogy Isten pontokat tudjunk innen elvinni, mert ez a Ferencváros most, és nem akarok senkit megbántani, nem az a Ferencváros volt, akihez hozzá vagyunk szokva. Ért minket ez a Covid hullám, kibe költöztetjük a sportolóinkat itt az edzőkomplexumban, úgyhogy én nagyon-nagyon hektikus felkészülésen vagyunk túl. Igazából azt kértem a lányoktól, hogy bárhogy alakul a játék, ha jól megy, ha rosszul megy, tegyék ki a szívüket a pályán, és tényleg oroszlánként küzdjenek minden négyzetméterért a területen, ami a pályán van,
és ezt maximálisan megtették igaz a mai mérkőzésen. Győzelmével a Ferencváros továbbra is második a tabellán, míg a Szent Mihály még mindig a veszélyzónában van, a rendkívül kiegyenlített alsóházban.